Jó, ehhez deszkák kellenének. Figyelj, nézzük körbe, hogy akkor most mi újság az embereinknél. Bánya az zseniálisan dolgozik. Fáskamrába is dolgoznak ketten. Füvészkunyhóba egy. A vájár fészer üres. Halászkunyhó, vadász, rendben van. Pajtában nem is kell ember. És ketten dolgoznak a földeken. Minden egyes állat mellett van egy gondozó, és a termelést meg egyelőre manuálisan én végzem. Ezek alapján azt kell, hogy mondjam, hogy rendben van a kis falu. Nem hiszem, hogy bármiben is hiányt szenvednénk. Bronz cuccok gyártva vannak. Bőr is van. Ugye azt tudom esetleg trekkelni, hogy hoztak 35 rezet. 22 ón érccel, és még vasat is. Az, hogy ezeket tudom folyamatosan olvasztani, és gyártani a jobbnál jobb eszközöket. Ami jelenleg még még vas nem lehet, ami nem baj, mert a vasrudat beolvasztani be tudom, és mire eljutok oda a technológia pontokkal, hogy a vasat föl tudjam használni, addigra szerintem már lesz annyi vasam, hogy azonnal tudok nagyon sok eszközt gyártani belőle. Mert feldolgozását engedi, csak a felhasználását nem. Tizenegy bronz is. Most jelenleg ugye a legjobb cuccok, amiket tudok gyártani, az mindenből a bronz. És azzal nincs is baj, mert nagyon sokáig bírja. Múltkor használtam ugye egy bronz csákányt, és kurva jó volt. 11 bronz, 6 réz, maradt 1, és már itt van megint 7. Mi azt jelenti, hogy már 35 darab vasrudam van. Szerintem az nem egy rossz tax. Pláne, hogyha megnézzük a technológiánál, hogy állunk. Azt mondja, hogy a műhely feloldva. A konyhába például tojásrántottát, túrót, főzeléket és levest még nem vásároltam meg. A műhelyben megvásároltam mindent, ugye ez volt vonatkozott a rész dolgokra. A szabóháznál hiába unlockolnám a recepteket, olyan nagyon sok mindent nem tudnék csinálni. Mondjuk a nyerget azt meg tudom, de mivel gyapjú cérnát nem tudok készíteni, mert nincsen gyapjúm, ezért igazából mindegy. Tudok ilyen, hogy bútot, hogy köteg. Ja, várjál, itt most meg tudjuk nézni, hogy van-e olyan, amihez mondjuk csak nem olyan úgy se lesz, amihez csak prém kellene. Aztán itt van a másik műhely. Agyaktál, agyakpalack, agyakkancsó. Ez akkor jó, hogyha sok agyagot hozok be. Azt mondja, hogy a bronz dárdát nem tanultam meg a bronz nyílvesszőt. Ezeket amúgy eladásra meg lehetne tanulni. Nem? Zabtekercs, roskenyér. Ugye ezeket láttuk, ezeket a recepteket? Hát ez valami őrület messze van még. Lesz majd pajta 2. Jó, itt is ugye nem vettem meg a mérgezős dolgokat. Hosszú íj, kicsi halászháló, szarvas trófea. Ja, hogy azt fel tudjam használni. Visszacsapó íj, bikaszőr szőnyeg, jávorszarvas trófea.
Fűvészkunyhó 2-be lehetne ugye a nagyobb cuccokat. Azt szerintem csak annyi lesz, hogy a fa fiola helyett, igen, agyag fiolába teszi bele. Rőzse, rőzsekapu, hordó, láda. Most például ez is olyan, hogy egy ládához kell 8 deszka, és ezt nyilván el lehet adni jó áron, plusz dekorelemnek meg tudom venni itthonra. Ugyanúgy, ahogy például a rönkasztalt, meg a rönkpadot. Figyeljétek, akkor lehet, hogy most arra kellene fókuszálni, hogy questeljünk. Mert igazából dolgozik a falu, elméletileg minden probléma nélkül, a pontokat kapnom kell, a hangulata amúgy mindenkinek egész jó, a két, ő nekik mondjuk nem, nem tudom, hát ő terhes, azért boldogtalan. Azon mondjuk nem lepődünk meg. Ti mit tanácsoltok, hogy mit kellene most csinálni? Mert tudunk haladni main story-val. Gondolom, a pontok farmolása az amúgy is csak úgy történhet, hogy dolgozzon a falu. Aha, hogy a virág cserébe... Aha, hát az igen, azt tudjuk csinálni, hogyha... Ha már vannak helyek, ahova lehet díszítést tenni, csak ugye ahhoz még föl kellene oldani ilyen fali polcokat, amiket be tudunk tenni a házba, meg ilyenek. Mert 20-an vagyunk. Ott vagy, amúgy 1305 lesz az adó. Ez durva. Az kókemény. Mert szerintem most úgy plusz nem építenék. Plusz emberre sincsen feltétlen szükségem. Jó, tudnám hasznosítani őket, tehát nem azt mondom, hogy teljesen hülyeség lenne, de szerintem akkor menjünk el aludni. Így körülbelül egy év után aludjunk egyet közösen a feleséggel. Nem tudom megnézni a malmot, mert még nem tudom megépíteni. És akkor esik az eső. Figyeljétek, akkor menjünk Alvinhoz. Ott lesz main quest, lesz side quest. Azt majd meglátjuk, hogy mi lesz. Érdemes lenne mindegyik lakos házát fölupgrade-elni kőházzá. Gondolod, hogy azért lenne boldogtalan valamelyik? De ahhoz így félig meddig le kell bontanom, nem? Még ugye amivel tudunk szórakozni az, hogy vakolatot rakunk rá. Ugye, arra mondjuk pont nem vakolat kell, hanem azt hiszem mészkő. Mert 7 vakolatom van, de az csak a faházakra jó. Az állattenyésztő miért boldogtalan? Na, azt nem tudom. Lehet tökörúgta a kecske. Tél előtt be kéne vakolni a házakat. Igen, csak az a baj, hogy a vájárfészer az, amelyik hozná a mészkövet. Csak ugye ott most nem dolgozik senki. Meg követ ne hozzon. Azt engedjük el, az úgy is jön a izéből, a bányából. Szalmát ne hozzon, és felőlem hozhat agyagot és mészkövet 50-50-be. Nálad mindenki kőházban lakik, és 80%-osak. Aha. Hát igen, nekünk ugye volt különbség, hogy nem csak kőházba, nem itt van például ez a fonott fos.
Csak érted, tehát a felupgrade-elés az úgy néz ki, hogy le kell bontanom, ugye? Tehát konkrétan ki kell ütnöm azt a házfalat, és újra lerakni, vagy hogy? Akkor már inkább ott hagyom, hogy abba a házba éljen, csak bevakolom mindegyiket. Ezt legfeljebb, ha nagyon boldogtalan, az vízbe folytjuk, vagy nem tudom. Tehát most érted, ne az legyen már, hogy a másét nézi, hogy jaj, ő kőházban lakik, akkor én most boldogtalan vagyok. Nem, baszik, legyél boldog a fonott házadban, ami be van vakolva. Most érted? Nem, majd mindenkinek izé elkezdem újra húzni. Az a baj, hogyha ha úgy működné, mint az épület upgrade, hogy csak így simán rányomok, és kicseréli a falat, az tök jó. De most ugye egyszer le kell bontani, aztán visszaépíteni. Igen, valószínűleg egyébként Tátra Tea ez lenne nekem is, hogy nyilván ahhoz, hogy aludjanak valahol, és akkor építenék egy kőházat, oda átköltöztetném, és lerombolnám az előtte lévőt. Az lehet majd. Jó, hát nem az, hogy annyira túl dramatizálni, mert mennyi 8 követ, meg egy rönköt kell beletenni. Tehát, hogy azért azt meg lehet építeni elég gyorsan. Csak nem az van, hogy ráviszed az egeret, és azt mondod, hogy upgrade, és akkor mondjuk kicseréli a falakat, mint ahogy bármelyik másik épület upgrade-nél. Szökér! Ennyi. Pár szottyos búza. Na, Alvin barátom, te most adjál nekem vas cuccokat, mert valami olyasmi rewardot ígértél nekem. És rá kellene jönnünk arra, hogy a menedzsmentnél mi a szar hiányzik nekik. Tanyasi csűr. Nincs erőforrás. De akkor azt tudod, mi lehet? Szerintem az a trágya. Azt végül is tudok most venni. Eső elől mindenki milyen szépen bemenekült. Nézzük csak, tehát ő a szakács, valószínűleg ha nála kaja van, akkor szar nincs. Mákliszt gomló. Na gyere Alvin, mi van? Üdvözlöm újra! Rendben, elég, készülj fel. De jót beszélgettünk. Gizellának tervei vannak veled. De biztosnak kell lennie abba, hogy méltó vagy rá. Most lehet nem pontosan ezeket a szavakat használta, de a lényegét megjegyeztem. És mit vársz tőlem? Hogy mindent eldobjak és magányos vadász legyek, mint ő? A legjobb ezen a vidéken és azon túl is lehetséges. Nem akarod ezt? Persze, bárcsak tudnám. Szerettem, de ez nem ilyen egyszerű. Persze, hogy az. Felnőtt ember vagy, itt az ideje, hogy úgy élj, ahogy akarsz. Azt mondod, hogy ha csak elmegyek Gizellához, akkor ő majd a vén emberévé tesz. Majdnem levettél a lábamról, ez annyira izgalmas. De először is,
Nem térhetsz vissza hozzá üres kézzel, meg kell győznöd arról, hogy érdemes vagy rá. Mit szólnál egy bölcsesség vadászathoz? És hol talál... Bölényvadászat volt? De vagy félrefordították, vagy kurvára félreolvastam, mint ahogy szoktam. Hát ilyen diklexiás vagyok, tudod-e? Jó, bölényt kell találni. Bölény az van sok helyen, az nem baj. A medve a szarabb. Na ne kételkedjen önmagába, egy visszacsapó íjat kell hoznom neki. Na olyat hol a pöcsömbe találok? Visszacsapó íj kell nekem. Meg trágyát tudok tőle itt venni. Amíg nem nőnek föl a disznóim, addig ezt vennem kell, bakker. És ráadásul a trágya az nem olcsó. Vettem 100 trágyát, az meg 1400 ér. Oké, viszont kellene nekem egy visszacsapó íj. Na, olyat hó találok. Hol találok? Elfoglalt embert vagyok. Hát, bazd, ott ülsz karba tett kézzel az asztalnál esőbe. Bazira el lehetsz foglalva. Hol találom? Eladó, vadászat, vadász. Lesnika és tutki. Gyártani tudsz, venni nem? Aha. Lesnika az ott van mellettem. Tutki meg ott van fent. Mind a kettő ugyanolyan szar helyen van. De akkor először menjünk haza ezek szerint. Venni is lehet? Akkor azt azon a két helyen, amit most nekem bepippantott, akkor tudok venni? Igazából mindenki a helye ugyanolyan szar elszaladni. Na most kíváncsi vagyok, hogyha hazaviszem a trágyát, akkor az-e az, ami hiányzik az embereimnek? Mindegy, hogy amúgy, hogyha gyártani tudom, akkor én örülök neki, ha legyártom. Mert akkor az nem kerül pénzbe. Szerintem annak a receptjét már megvettem. De amúgy ezt meg is tudjuk nézni. Technológiát. Hol lehet? Azt gondolom a vadászatnál. Fatábortűz. Nem füvész. Itt van visszacsapó íj. Íj. Igen, íj. Vászoncérnám van. De ez 1500. És nekem 1493-an van. Mondjuk van 650 vagy mennyi fafiolám, tehát tudunk csinálni pénzt. Hát akkor lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy hazamegyek, magamhoz veszem a cuccokat, de fürge állat vagy? Az jó volt. Ez a csinálok pénzt, megveszem a receptet és legyártom. Nem kellett volna sok szarra költeni a pénzt. Folyton csak sok szart veszek.
Érzik? És benne van még a cuccom. Az igen! Már tudom headshotolni őket egyből. Opa, hát az majdnem. Nem, az agyagszarvasokat se adtam még el, abból is bazisok van. Lehet, hogy azokat is eladhatjuk. Megtartunk belőle egyet-egyet. Na, bazd meg. Szó! Add vissza a nyílveszőmet, kérlek. Számszerű ez, de nagyon-nagyon jó cucc, igen. Pláne ezzel a bronz nyílvesszővel már elég jó damást is csinál. Ez mondjuk, erre nem számítottam egyébként, hogy a szarvasbikát azt egy hitelem már fejre. Jó, mondjuk arra számíthattam, hogy nem, hogy sokat sebez, mert a medvét kettő headshottal már... már menekülésre bírom. Na jó, menjünk haza és csináljunk pénzt. El kell mennem a mellettem lévő faluba. Eladok. Megveszem a receptet, legyártom a visszacsapó íjat, és elviszem akkor Alvinnak. Amúgy mi történik akkor, hogyha az egyik falusimat fejbe lövöm? Meg tudom ölni? Mert az egy egészen másfajta születésszabályozás lenne akkor. Ments egyet és próbáld ki. Nem akarom megölni őket. Na nézzük, berakom a 100 trágyát, és ha eltűnik az ikon bal föntről, akkor a trágya hiányzott nekik. Ha nem, akkor valamilyen mag. Mert akkor be van állítva ezek szerint valami, amit ültetniük kellene, de nem tudnak. Aha, trágya volt. Oké, akkor most beindulott az ültetés. Jó. Anti, köszi szépen a rédet. Sziasztok. Jó, akkor a trágya volt az, ami hiányzott. Figyelj, van egy csukja, amit eladhatok. Na, vegyünk magunkhoz mindent, amit el akarok adni. Van bölény koponya, abból megtartunk kettőt. Fa medve figura egy darab. Fa szarvas figura egy darab. Facsésze. Fatányér. Jávor szarvas koponyát megtartjuk. Kicsi fonott kosár. Na, különleges szarvas figura. Abból is akkor megtartunk kettőt. Mészsört elviszem.
szalmakalapot elviszem, szarvas koponya, egy darabot megtartunk. A sót amúgy, tudod mit? A sót eladom. Elviszek 128 tollat is. Egy vastag kesztyűt. Vászoncérnát majd itthon gyárt. Jó, akkor ezeket vigyük magunkkal. Aztán meglátjuk. Na gyere, fürdjél le. Jó pihit, Anti! Köszi szépen! Aztán van nálam ilyen sós, azaz. Nice. Oké. És akkor az volt a mondás, hogy csak a közeli faluba elugrunk. Mennyi idő alatt nőnek meg amúgy a szamarak, srácok? Mennyit kell várnom? Mert oké, hogy megvettem két kicsi szamarat, csak én nem tudom őket hasznosítani, ameddig picik. Na, egy pont a Gryffindornak a vadászatba. Attól függ, hány évesek. Hát, az évek? Ó, bakker. Hát akkor ezt cseszhetem. Két évesen már lovagolható, és meg tudom nézni, hogy hány éves. Oké. Na várjál, a vadászathoz kaptam két pontot. A vadász ismeret az már megvan. Biztos kéz, stabilabb célzás távolsági fegyverekkel, halkabb vagyok lopakodás közben, gyorsabb mozgás lopakodás közben. A tartóságvesztés az jó, csapda limit nem érdekel. Célzár, gyorsabb, 10% a gyorsabb így felhúzás számszerű betöltésénél, az kell. 20%-kal gyorsabban húzom fel a számszeríjat. Na nézzük a menedzsment. Csikó. Kor 0. Kor 0,25. Csutka pontosan ugyanakkor vettem a két állatot. Hogy a francba lehet az egyik idősebb? Az nem headshot volt. Azt konkrétan szívvel lőttem. Ezek szerint el is tudnak pusztulni, és nem sok esély lesz arra, hogy van, hogy lesz csikó. Hát ez fasza. Nem arról volt szó, hogy ezek nem halnak meg. De ez nem jó hír. Na Kinga, vegyél dolgokat, jó? Egy bölénykoponyát. Vegyél bőrt. Vegyél csukját. Vegyél facsészét. Vegyél fatányért. Vegyél 133 húst. Egy nagyon pici fonott kosarat. Különleges szarvas figurát. Mészsört. Szalmakalapot, szarvaskoponyát, vegyél kérlek szépen sót, vegyél tollat, és ezeket az egész, ezt az egészet gyúrd össze.
Jó, van 2980 pénzem. See you soon. Tehát technológia, vadászat, vadászkunyhó, visszacsapói megvásárolva. És mehetünk akkor haza gyártani. De akkor például a szamarat mi a francnak tartom? Tehát, hogyha elég nagy eséllyel nem lesz csikó, és meghalhatnak, akkor... Jó, mondjuk akkor is van benne... De nem, várjál, ha nincs csikó, akkor nincsen pure haszon, mert megvettem kicsiként, etetem, és utána eladom nagyként. Ja, hogy a gané, az jó. Hát, ha már gané jön a szamárból is, akkor jók vagyunk. Na nézzük azt a visszacsapó íjat. Az biztos, hogy kell hozzá, ugye néztük vászoncérna. Azt mondja, hogy vadászkunyhó. Egy rönk, négy vászoncérna és három bőr. Tehát. Három bőr. Egy rönk, és négy vászoncérna. Várjál, azt inkább itt lehet, gondolom én. Munkapad, fából készült fegyverek, visszacsapó íj. Nice. És akkor ehhez jön most Alvin. Sok kell még az istálóhoz? Hát eléggé. Eléggé, mert... Várjál, ez itt a halász. Disznó, szállam, lió, érés... Látod? Tehát jelenleg... 1210 ponton van, és az istálóhoz 2000 kell. Na most ez az 1210, ezt mondjuk képzeld el úgy, hogy 1198-am volt, hát mondjuk 3 órája. Nem tudom, hogy azt mi triggereli, gondolom az állattartás, vagy hogy interaktálok az állatokkal, vagy nem tudom, megdugom a szamaram, akkor lehet, hogy gyorsabban fejlődik. Nem tudom. Lassú, tehát ezek a technológia pontok nagyon, nagyon lassan jönnek. És nem tudom, hogy lehet, hogy mondjuk azért, mert lehet, én még arra is tudok gondolni, srácok, hogy ha a menedzsmentben úgy és annyi emberem lenne, hogy mindenhol vannak, sőt, a kitermelő, tehát itt is. Tehát, hogy most érted, fönt oké, hogy mindenhol vannak. De ha úgy osztanám el őket, hogy még a termelésbe is lenne, és ott is be lenne állítva valamiféle feladat, tehát, hogy folyamatos lenne az anyagok átalakítása, lehet, hogy akkor azok a pontok is gyorsabban jönnének. Mert most ugye mindenki csak kitermel, a nyersanyag bekerül, de nem dolgozza föl senki, hanem én szoktam földolgozni, amikor éppen pénzt akarunk. De lehet, hogy jobbat tenne a gazdaságnak, pénzügyileg is, meg pontilag is, hogyha bizonyos dolgokat beállítanék, hogy amúgy te mehetsz oda, és gyárthatod ezt. Nekünk föl van húzva, tehát amikor elindítottuk ezt a játékot, akkor dupláztuk a mit tudom én milyen pontokat, meg a fejlődést, meg ugye az instant craftingot. Tehát ez egy custom játék, azért, hogy a streamre kicsit élvezhetőbb legyen, hogy dupla olyan gyorsan fejlődök.
De még így is lassúnak érzem. De szerintem nincsen jól belőve a balansz. Jobb oldalt oda van írva, hogy miért kapod a pontot. Na nézzük. Ugye nekünk ez kellene. Túlélési technológia. Fejleszd ezt a technológiát állatvadászattal, csapdák felállításával és halászattal. Fedezd fel új módszereket és tanulj meg fejlettebb vadászépületeket. Füvészkunyhó. Aha, ez itt végig-végig ugyanarra vonatkozik. Mezőgazdaság. Fejleszte ezt a technológiát állattenyésztéssel és tenyésztéssel. Fedezd fel új módszereket, és tanulj meg fejlettebb mezőgazdasági struktúrákat építeni. Ettől nem lettem sokkal okosabb. Ez gondolom majd akkor lehet izgalmas, mert nyilván nem a szamárnál, meg a nagy állatnál, de mondjuk a tyúkom és a libám már megnőtt. Tehát, hogyha azok elkezdenének mondjuk szaporodni, valószínűleg abból beindulna a pont farmolás. Csak nem tudom, hogy a tojásra ő ül rá, vagy nekem kell ráülni a tojásra, hogy kikeljen belőle valami. Na, Alvinom! Itt van egy visszacsapó íj, amely méltó egy jó vadászhoz, habár kisebb és könnyebben hordozható, mint egy hosszú íj, de hasonló ereje van, ha nem még erősebb. Ez a megfelelő eszköz a bölény levadászásához. Lehet, hogy ezúttal igazad lesz, először is még egyszer utoljára segítek neked. A Brovo, igen, északra lévő erdőben ólálkodik egy bölény, biztosan ott van a táplálkozó helye. Próbálj meg minden részletet kívülről megtanulni, amikor követed. Nem nekem kell megölni azt a bölényt, hogyha ő neki kell... Vigyázz magadra. Oké. Okay. Alvin, viszlát! Reméljük, Alvin nem fog... meghalni itt a nagy bölényvadászatban.